Köszöntjük! Ön a baon.hu podcastját hallgatja. Itt van már a stúdióban Szemereiné Pataki Klaudia Kecskemétváros polgármestere. Köszöntöm, jó napot kívánok! Jó napot kívánok, köszöntöm a Gong Rádió hallgatóit! Ezen a héten közgyűlés csütörtökön, és hát elkészült Kecskemét 2024-es költségvetésének a tervezete. Hát gondolom ez lesz a fő hangsúly a csütörtöki közgyűlésen többek között. Igen, hát többek között ez lesz a fő hangsúly, ugye én mindig is sikerült így a csapattal összeállítani, hogy már decemberben el tudjuk fogadni a következő évre vonatkozó terveinket, össze tudjuk állítani, hogy miből lehet gazdálkodni itt a városban, látjuk a számokat, látjuk a legfontosabb kiadási tételeket, és azt gondolom, hogy a Mercedes-szel vetekedve, mint legnagyobb foglalkoztató, hiszen a önkormányzata már másik legnagyobb foglalkoztatója a városnak, több mint 3000 embert érint a költségvetés elfogadása, mind munkában, mind szolgáltatásban, mind pedig bérben, úgyhogy én azt gondolom, hogy egy ilyen szempontból egy fajsúlyos kérdésköre annak, hogy tényleg stabilan, biztonságosan és jól össze tudjuk állítani ezt a költségvetést. Hogyha egy kicsit belemennénk, akkor miket tartalmaz, hogy mire hívná fel a figyelmet, hogy tényleg itt a költségvetésben mire fordítanak többet esetleg, vagy a szám, néhány számadatot, hogyha mondanak. Igen, hát a számadatok ugye három jelentős tétele van a költségvetésnek. Az egyik, amit említettem, hogy a bérfejlesztésre folyamatosan figyelmet fordítottunk, tehát ez a következő évi januártól is tartalmaz bérfejlesztésre jelentős összegeket, több százmillió forintot, összességében megközelíti a milliárdos nagyságrendet, csak a bérfejlesztésnek a támogatása és az összege. A másik nagy terület ugye az energia áraknak a kezelése, tehát ebben az évben ugye nagyon hektikusan alakultak az energia árak, sikerült egy hosszú távú szerződést kötni, stabilizálni, és ebből is látható az, hogy ezekkel a szerződésekkel a város üzemeltetéshez kötődő feladatokat jól tudjuk majd elvégezni stabilan, tehát nyitva vannak a legnagyobb létesítményeink, közlekednek az autóink, hiszen minden drágul buszok a buszközlekedésnél, és látjuk azt, hogy óriási sikereket könyveltünk el, úgyhogy a tömegközlekedésre is továbbra is nagy hangsúlyt fektetünk, hiszen csak a tavalyi évhez képest ugye az országos átlagban 13%-kal emelkedtek a tömegközlekedés részvevők arányai, itt Kecskeméten meghaladta 20%-ot a tömegközlekedést igénybe vevők száma, úgyhogy ez is egy jó irány, hogy át tudjuk terelni. Erre jelentős forrásokat biztosítunk, nem beszélve a feltételekről, hiszen a harmadik legfiatalabb flottája van a városnak országos szinten. Említette polgármester asszony a béremelést, és közel 3000 főnek emelkedik a bére, de kik tartoznak ebbe a közel 3000 főbe? Ugye hát végignézzük az összes város területén működő köznevelési intézményünket, óvodákat, dajkákat, az őket kiszolgáló egységeket, karbantartókat, szociális területen dolgozó munkatársainkat, nyugdíjas otthonban dolgozó munkatársaikat, vagy az idős ellátásban, vagy az alapellátásban, az orvosi egészségügyi szolgáltatások, amik még hozzánk tartoznak, prevenciós tevékenységek, és egy hatalmas nagy falatot képez a kultúra, a sportban tevékenykedők, és a város üzemeltetés területén tevékenykedők, tehát azért közvetetten őrájuk is abszolút vonatkozik az most elfogadott számok, hiszen náluk is folyamatosan, tehát azok, akik a köztisztaságért, azok a vállalkozók, akik a szolgáltatásokat végzik egy úgy felújítás, egy beruházás területén, tehát borzasztóan széles a spektrum, és tényleg nagy a felelőssége annak, hogy ezt én azt gondolom, hogy stabilan és biztonságosan tudjuk továbbvinni ezeket a folyamatokat, azokat a jó irányokat, amelyek elindultak a városban. Ugye csütörtökön közgyűlés, az enelőtt beszélgettünk már erről, és ugye három fontos pillért emelt ki, de ebből csak kettőről beszéltünk. Mi a harmadik? A harmadik az a város üzemeltetésben vonatkozó feladatokra vonatkozik. Ez egy 10 milliárdos nagyságrendet képvisel, hiszen hatalmas a város területe, ugye hatalmas nagy közterületeink vannak, növényállományaink vannak, amelyeket gondozni, ápolni kell, utak, földes utak, és én azt gondolom, hogy ebben óriási lépéseket teszünk évre,
évről évre nyilván nem tudjuk azonnal teljesíteni az összes lehetőségeinket, mint ahogy egy háztartás esetében is, egy családi kassa esetében is számba vesszük, hogy mi az, ami rendelkezésre álló forrás, és elkezdjük sorban priorizálni, hogy mi fontos, mire kell a legnagyobb összeget csoportosítanunk. Otthon se tudunk mindent azonnal elvégezni, amit szeretnénk, itt se tudunk a városban, de én azt gondolom, hogy nagyon jó úton járunk, hiszen a legnagyobb áteresztő útjainknak a felújítása az folyamatosan zajlik. Most a következő évben, amire nagyobb prioritást fogunk helyezni, és egy megdupláztuk a költségvetési támogatást, a földes utaknak a karbantartása, és egy más típusú gondozása, hiszen megnövekedett a földes útjainkon a forgalom, tehát a korábbi évekhez képest nagyon sokan a város központból új házat építettek, kitelepültek a város szélére, és hatalmas nagy forgalom zajlik a bizonyos területein a városnak, úgyhogy egy más szemléletű, más összetételű földes út stabilizációs programot kell elindítani, ezt össze is állítottuk, ezt a csomagot, több mint 1 milliárdot tudunk most a következő évben erre biztosítani, és én azt gondolom, hogy ebben is egy látványosabb lépést tudunk tenni. 2023-ban is voltak fejlesztések, és 2024-ben is várhatóak ezek szerint akkor. Igen, abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy nem küzdünk működési problémákkal, tehát az alapvető feltételek azok rendelkezésre állnak, viszont ami a fejlesztési forrásokat illeti, azok nem korlátlan mennyiségben, hanem korlátozottan, de haladunk lépésről lépésre, a megkezdett utat azt folytatjuk. Környezet és energia hatékonysági operatív program országos záró rendezvénye lesz itt Kecskeméten. Mi is ez a program, és Kecskemét miért is érdekelt ebben? Hát eleve a Termosztár Biomassa fűtőmű helyszínén lesz ez az esemény, amely ugyancsak egy nagy fejlesztése volt a városnak. Igen, a nagy fejlesztése, hiszen keressük azokat a pótlólakos forrásokat, amelyek segítik a város üzemeltetését mindenféle szempontból. Ugye a biomassa fűtőmű a legemblematikusabb és legnagyobb léptékű fejlesztés volt, és egész Magyarországot érintően a legnagyobb léptékű fejlesztés volt a KEHOP program keretében, ezért döntött úgy az irányítóhatóság, hogy akkor a záró programot azt itt tartja Kecskeméten. Úgyhogy én azt gondolom, hogy azok a nagyon nagy léptékű energiahatékonyság és környezetvédelmi beruházásaink, amelyeknek sikerült egy pótlólagos forrását, támogatását megtalálnunk, azok szintén a város üzemeltetésre jelentős hatással bírnak, hiszen ha csak itt a biomassa fűtőműből kialakított új ástruktúrára gondolok, egy lényegesen kedvezőbb árat tudunk idén biztosítani, nem csak a közintézményeknek, hanem kisebb vállalkozásoknak is, akik távhővel fűtenek, és stabilizálni tudják az energia költségeiket, de vonatkozik ez a különböző intézményeinknek az energiahatékonysági felújításaira, napelemek beállítására. Ezek zajlottak több mint 20 intézményünkben, és ugye ezeknek a megtakarításait most már érezzük a város üzemeltetés területén, és mindeközben nagyon komoly lépéseket tettünk a környezetvédelem területén, mert hogy ha csak a fűtőműről beszélünk, a fűtőműnek a társadalmi használról. Tulajdonképpen azt is elmondhatjuk, hogy egy 100 darab focipályát, hogyha beültettünk volna fával, akkor annak az éves széndioxid kibocsátásának a megtakarításával egyenértékű tulajdonképpen azt, amit a biomassa fűtőművel biztosítottunk, és ugyanígy a intézmények esetében is további megtakarításokat érünk el, és a klímavédelem, a klímastratégiánk és a környezetünk védelmében, nem beszélve például a buszok kibocsátásáról, hiszen az a másik hatalmas nagy lépés, hogy a megújuló buszflottával nem terheljük tovább a város levegőjét káros anyagokkal. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ebben is óriási lépéseket tettünk, és büszke lehet Kecskemét, hogy nem csak beszél róla, nem csak a klímavédelemről beszél, hanem teszi is a szükséges lépéseket.
Az elmúlt hétvégén volt a klíma csúcs, és hát bemutattak egy különleges autót, egy milyen autót is, egy hidrogén hajtású? Igen, igen, a Neumann János Egyetem jármű csapatának egy nagyon különleges fejlesztése, amely óriási sikert aratott egyébként a világkiállításon, a klíma csúcson, ahol láttuk, hogy számtalan mennyiségű nagy befolyásoló tényezővel rendelkező politikus részt vett, és egyedül Magyarországról a Neumann János Egyetem képviselte ezt a területet egy önálló standdal, és egy nagyon izgalmas kis autót fejlesztettek itt a mérnök hallgatók, az kiváló oktatókkal együtt, akik egyrészt hidrogén meghajtás, ez is egy érdekes szempont, de másrészt egy olyan energetikai optimalizációs, automatizációs rendszerét fejlesztettek ki, és azt mutatták be, ami a lehető leghatékonyabban használja föl az autó üzemeltetéséhez szükséges energiát, úgyhogy egy nagyon komplex kisautó került bemutatásra, és hát ennek a további tudományos területeinek az eredményeit tudják az autógyárak, a különböző ipari szereplők használni, és beépíteni a mindennapok gazdasági folyamataiba. És hát ismét Kecskemétről ráadásul. Ismét Kecskemét, ismét Neumann Egyetem, úgyhogy örülök neki, hogy ilyen kiváló csapataink és innovatív oktatóink vannak a városban. És ha valaki nem tudná, hogy ez a klímacsúcs hol volt, és Kecskemét hova jutott el, hát Dubajig egészen pontosan, ugye? Így van, igen, Dubajban, ahol meglehetősen paradoxon ez a helyzet, de hát pont ezért kell fölhívni rá a figyelmet, és hát ők fölvállalták, hogy felhívják a figyelmet, sikerült. Polgármester asszony, köszönöm szépen, hogy itt volt velünk ismét.